Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és... újra a parapéntek. Tudom, ugyanúgy nézek ki, mint nektek a múlt hét parapénteken, de nektek, vagy nekem igazából csak pár másodperc telik el, néha összevágni. A két videók között felvételnél, úgyhogy igazából ennyi a titok nyitja. Ennyi. Ennyi! És igazából szerintem kezdjünk is bele a játékba. Ugye hát itt hagytam abba, hogy le kéne menni ebbe a csodálatos gödörbe. Egy a csodálatos házban vagyok, még mindig. Vagyis ugyanott. Hát nem kéne, nem kellett volna annyit zabálni. Mondjuk. Már kurva jó kezdődik. Rászakod mindjárt a mennyezet, mert leszakod a létrán. És lefele azért nem néz, hogy amúgy valami letépi alulról a lábát. Nem zavar, csak onnan megkérdezem. Nem lehetne visszamenni? Jaj, várjál! Ó, ha tudtam volna! Jó van. Jó, ez direkt ilyen izé, oké. Okay. De miért van itt egy koporsó? Ha megint zizgelődik a fejünk. Jaj, atya úristen, mi a fasz van. Bocsánat. Ehem. Tököm, bekem, csütörtököm. I remember this place. And what we achieved here. Violating the laws of nature with the help of those dead bodies brought here secretly from only God knows where. Forcing them to cooperate by the means of the cursed necromancy. And dreaming their dreams in those profane sessions to learn forbidden knowledge. Now I can distinctly see how pure madness once roamed here within our own shoes. Szóval... I remember this place. Ja, értem. Igen. Tehát a lényeg az, hogy ezzel a műszerrel próbáltak halott emberekből, vagy valami ilyesmi, azért vannak itt ezek a koporsók. Az ő általuk átélt mindent, konkrétan, hogy mindegyik fogja meghalni, és akkor ezzel a gép... Yes. Ezzel a géppel próbálnák az én emlékeimet megszerezni. Oh, it is said that ancient Conariums have the ability to transfer one's mind outside through the endless vacuum into other receiving Conariums. Just think about the possibility of shedding off the earthbound mortal coil to reach to the stars and yonder. As a free agent to see the grand scheme above and beyond the third dimension. Being able to contemplate vistas and sense things you could never ever dream of with the help of the bodily sensations. Finally, we shall overleap time, space, and dimensions, and without bodily motion peer to the bottom of creation. Yes, I know how this sounds to you. This is incomprehensible, even for someone like me who spent almost a lifetime on such arcane topics. It is just sad to see. The knowledge has been out there all the time, forevermore, and we failed to read between the lines.
Vágom. Mi? Mi van? Beráng a szemem! Ja, Istenem. Most meg itt mi van? Ja, értem. Years of extensive research have not been in vain. Here it is, lying dormant and standing still beneath the eternally shifting sands of Rubal Kali for who knows how many millennia. Itt mi van? Kezdek összezavar a anyukám. Nem is gyengén. Na jó. Azért... Ja, nincsen izé flash. Tehát... Azért nézzük, hogy... Jézusom, de még ijedtem ezektől. Akkor nézzük, hogy mit tudunk. Tehát... The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall. And there are some primal writings inscribed on it. As far as I can tell, the text talks about a guardian. A formless, glistening, and reflectively iridescent black protoplasm. Able to mock and reflect all forms and organs. Okay. Egy ősi cucc van itt, de én szép velem. Tehát, összegezzük le, hogy mi van. Jó? Összegezzük már le. Tehát... I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Most várjál, most nem a csávóval vagyok, most valami... Valami másik emberrel vagyok. Ja! Oké. Állj! Értem. Mozdítottam! Thank you.
Oké, itt valamit most... Amit most ki kell találni. Vagy csak a megérzésekre fogok mindjárt hajtani. Ezen van kettő. Ezen három. Ezen egy. De vajon miért? Ennek a pirosnak mi a lényege? Nem vágom, gyerekek. Jó van. Valamiért erre néz. Itt van két oldalt ilyen pötty. Nem tudom, hogy ez jó-e. Itt is két pötty. Na de várjál, hát nem jegyeztük fel azt a... Fostaligát? Hát... mi van? Látom, hogy igen. Én... Megmondom az őszintét, én nem látok benne pontokat. Oké, okay, máshol kell keresni a... I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Biztosan. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Ami jelet nem adtak ezek a mumifikált. Valakik. Hát nem. Nem nagyon. Pedig adhattak volna egy kis támpontot. Jó van. Gyere rá magadtól, paraszt. Akarod a kincset? Old meg a rejtvényt. Oké. Okay.
ennél is két pont van. Mi van? Ugyanaz a minta van itt is. Nem értem. Nincs itt valamilyen feljegyzés? Útmutató? Oké, rájövök. Viszket a hátam az idegességtől, de rájövök. Jó, már rászkódjál még. Annak kéne a piros helyet nem pirosnak lennie. Gondolom. Ez adja tovább az energiát. Tehát... Fun. Ennek az egynek biztos, hogy úgy kell állnia, hogy ez hozzáérjen. Itt viszont ebben a körben van három. Ez a körhöz konkrétan ez egy mindegyikhez oda kell érnie. Vagy az egyikhez legalább így. Vagy csak közelébe kell lennie. Itt egy van, szóval szintén. Ennek meg tök mindegy. Houston! Érdekes leszek. Így. Így. Most nem tudom, mit csinálok. Ne kérdezzétek. Nem fogok rájönni, hogyha nem találok valamit. Megmondja, hogy mi van.
kell lennie segítségnek, de konkrétan szerintem ez az, csak nem jövök rá. Mert ezen vannak ilyen pontok. Szétcseszem? Nem tudom, szétcseszem. Ez sem. Nem. Tehát szerintem ez lesz a megoldás. Csak gondolkoznom kell, hogy mégis hogy. Mert halványilag gőzöm sincs. Tehát itt szenvedek 10 perce. Ezzel a... Na jó. Azt hittem rájövök, de nem. Gondolkozzunk akkor. Mindenhol ez a jel van. Valamit nagyon erősen kihagytam. Nincsenek feljegyzések, meg semmi. Nyomom a feljegyzés, de nem. Szoptam, mi? Nem tudom. Jó, Oké, gondolkozz, Miharu, gondolkozz! Mindenhol ugyanazni jel. Ez a nyomoronc jel. Akkor abból hogy kell neki tölteni? Ezt ide rakom. Azt már itt csináltam. Most nézzük meg. Rohadjak meg, nem tudom. Szomorodjál le.
most... Mi van? Mi van? Ez, és ezt honnan kell aki... Ezt olyan mégis honnan kellett volna nekem az anyámból kiszülni? Ja? Ja! Ha-ha! Ha! A rajzokat nem néztem meg. Ha-ha-ha! Ezt a gombot kellett volna megnyomni, de én nyomtam a J-t. Ja? Ja? Fogyatékos vagyok. De így erősen. Ezt tekintsük már el, hogy nem történt meg, jó? Tehát, hogy... mikor is. Tehát, hogy tekintsük már erre úgy, hogy... ez nem történt meg. Found it. This mural is depicting the continents in the middle... Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Conariums. Yes, it definitely is so, for I've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the Conarium is mostly enduring still today. Okay, it's most akkor. Ki kell menni. Megijedtem! Jó van! I better leave this place immediately. A lelkemben meghalt egy darab. De egyébként teljesen jól vagyok, természetesen. Csak úgy megijedtem, mint az állat. De egyébként teljesen jól vagyok. Teljesen. Tehát, hogy... Na! Oké, okay, már megint a fehér fény, amikor meghaltunk. Most mi van? Oké. Okay. It's stuck. It's stuck. It won't open. Mask of an all. Never. Mask of an all-powerful moon goddess, esteemed by an eastern island. Ja, értem. Ja,
Jaj, de szép vagyok. What happened to me? This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Vér. Na hát. Okay. Most én vagyok. Most valóban. Nem mondta, hogy... jó van. Szúnyog legyek. Okay. Hát ez nagyon jó. És akkor itt most semmit nem kell csinálni? Oké. Minden rendben van. Minden csodálatos. Hello, Ka. Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Ez nem mosott fogat. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. Van nálam Colgate. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Hát én nem akarok így kinézni. Elves consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! De milyen rendes, legalább megvárta, még ide érünk. He is dead. Nem mondom. Ez mi az Isten? Szedni, de elfogyasztani a... Vers...
Hát nem! Hagyj engem békén! Nem veszek ilyen! Nem fog fájni! Hát hadd fájjon! Hát nem fogok így kinézni, a szépséget egyébként is szenvedni kell, nem? Na várjál! De mielőtt még rossz döntéseket hoznánk. Csak hogy tudjuk, hogy hogyan, hogy... befejezés. Ez már a vége a játéknak? Nem mondod. Na jó, mindegy, elmenteztük, azt akkor nem ettünk belőle. Ezt megnézzük, ha eszünk, és utána meg milyen lesz a vége. Tehát nem mondod, hogy ennyi volt? Jó, nem, ez nem baj, legalább legutott egy jó ideig. Csak hogy... keresni kell másik játékot. Jaj, nem áll már megint! Rajzok. Ennyi van csak? Azt most... Honnan? Ja. Szivatsz. Te most esküszöm, szivatsz. Ja. Okay. Ez nem az a jel. Aha. Okay. Ez a jel. És akkor, mert úgy van, hogy ez a jel tartozik, itt ez a jel, és az tartozik ehhez a fura, ehhez, ezek a kövek. Akkor most van az a, na ezt most megint le kell fotóznom, mert nem fogom megjegyezni. Komolyan mondom, ezek az emberek, ezek akkor elmentek expedícióra, ezek rajzolgattak itt a izé. Én meg, nem hiszem a telefont, azt nem. Megoldjuk. Na. Na tehát. Menjünk tovább. Van ez a növényzet. Növény. Hol vagy növény? Mi van? Aha! Megvan. Ahhoz kell a napocska. Aha. Igye. Növénykéhez napocska kell. Igen, végül is logikus, mert attól fog megnőni. Na! Ez ilyen kriszkrax. Kiszkrakshoz kell az idő.
legalábbis ami hasonlóan ez időnek mondhatnám. Nem tudjuk mi az. Ehhez a cumóhoz, ez a fura jelű, ehhez, meg ez kell. Oké. Okay. És akkor van még egy ilyen kenyó. Ez a bigyó-bigyó. A bigyó-bigyóhoz, ami nem tudom, hogy hol van. Aha! Ahhoz kell ez. És akkor de még lennie kell ennek. Mert van ilyen bigyó. Igen. Na most megnyomjuk a gombot, ez a hívó a nővérkének. Azt mindjárt jön. Ezt elviszi a lelkemet a picsába, de teljesen rendben van. És akkor... És most mi van? Ja! Mi? Ez mekkora jó az a játék, hagyjál már békén. Szeretem az ilyen rejtvényeket, ez nagyon jó. Fájdalom lesz mindjárt. És akkor most... Én megmondom, megnézem, mi van belül, tudod, de... Aha. Kövess. Menj csak! Menj! Menj, 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 menj! Na jó, de menj! Köszi! Adt egy kis energiát! Köszke! Ha meghálálom, tesó! Hozok egy szállat! Szállj, bagereppá! Tudok jutni? Hőha! Hőha! Hőha, hőha! Jönnek a susogások, jó van!
Amely megint zizgelődök. Én csak úgy bejöttem. Oké. Kezdte a játékot, kezdte mennyes szívocsokat. Tök úgy érve kell, nem mennyi az a mennyiség. Amitől... Te jó szagú Jézus Mária, attól miért kell hüllőnek lenni, hogy okos legyek? Parancsolsz. Mi van? Ne dudálj! Ne dudálj, mert én se értem. Na most beszéljük át, hogy mi történt. Tehát az történt, hogy nem értem. És mi van, ha eszek abból a valamiből? Semmi. Igazából. Ott volt egy eldöntendő kérdés konkrétan. Hogy eszek abból a cuccból, de ez... Na most, hogyha eszek belőle, akkor... Most végignézzük, már csak azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó, Unreal Engine 4, Unreal Motor, oké. Na, végülis, de... Na ez egy nagyon jó kérdés. Most azt mondod, hogy bementem a babigyóba. És konkrétan, úgymond újjászülettem ezzel a furcsa hüllőszerű lényként, de... Titkok. Három titkot fedeztem föl, és 7 trófeát nem kaptam meg. Micsoda? Meg! Mi? Pedig aztán én aztán egy bit, bár az jó, egyszer végig is kimentem véletlen az ajtón, de... És mi van, hogyha eszek abból a valamiből? Csak úgy érdekel. Oké. Gólem. Basszus, de megijedtem.
Már csak azért akarom ezt megnézni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ja, átmentem a csávó, nem is vettem észre, bocs! Bocs, Doki! És nézzük, eszünk belőle, akkor... Na, akkor mi van? Főj! Biztos nem mennék ebbe a retekből. Egyen belőle a halál. Éjjjj! Szerintem ezt hívtuk. Még jó, hogy nem ettünk belőle elsőnek. Nem is akartam, én nem eszek én idegen eredetű kaját. Na, hogy már? What? Dr. Faust? Ó, Dr. Faust, beszoktam mi. Mi van? I found it, Frank. I finally found my answers. Under the shifting sands. Igen? Szóval meghaltunk. Vagy... Na már... Jó, hát ezt is megtudtuk, hogy akkor ilyenkor most mi van. Tehát, tehát a lényeg az, hogy ennél a dolognál... Szóval, jó, vegyük... Ó, úristen, vegyük azt, hogy mi van. Tehát... Na már most. Az van, hogy... Nem tudom. Oké, valami nagy valami, nem tudom, nagy, ez a nagy valami. Az a gólembepszerű bigyó. Nem ettünk abból a trutyiból. Megnyitott nekünk egy utat, ami miatt bementünk abba a bigyóba. Abba a cuccba. És utána Úgy tudom ezt csak így, hogy megérdemeltük, hogy ilyen, nem tudom, ilyen másik dimenzióba átlépjünk, vagy nem tudom, ilyen felsőbbrendű lények legyünk, hogy újjászületünk ilyen nyálkás... kígyószerű... hüllőbigyó... bizóbidé. Szóval ilyen hüllők lettünk. Kész. Nagyon, nagyon csodálatos. Én csak itt tudom, hogy ezt kb. Ezt így tudom felfogni, tehát, hogy oké, nem adtuk el magunkat a kísértésnek, annak a nyálkás bigyónak, nem ettünk belőle, ezért tovább mentünk, megadottuk a rejtélyt, beléphettünk ebbe a különleges fényes gömbbe, ahol átvitt minket valami különleges világba, vagy ugyanoda, tök mindegy, és felsőbb rendű hüllők lettünk, vagy nem tudom, hogy mondjam. Viszont, ha esszük abból a nyálkás... Szóval... abban a nyálkás trutyiból, akkor ennyi. Akkor konkrétan Dr. Faust mondja, hogy megtalálta a titkot, meghalt. Mi is meghaltunk. Azt örüljünk neki. No, tehát igazából a végére kb. Valami hasonlót vártam, hogy ne értsem. Ezt már megszoktuk a konkrétan az ilyen filozofikus játékoknál, vagy a horror játékoknál, hogy nem tud, hogy oké, hogy vége van, de mi a vége? Ott a médium. Oké, de most ki lőtt le? Kit? Ki halt meg? Az ki nem halt meg? Talált ki. Itt is mi van? Megadják a végét. Az talált ki. Jó. Na mindegy. Minden esetre egyébként szerintem ez a játék nagyon jó volt. Érdemes volt végigjátszanom, én úgy érzem, hiszen ez egy jó játék volt. Hiába voltak egy igazából horror elemek benne, elég úgymond sok, de mondjuk ilyen jumpscare az nem igazán, az, hogy néha-néha üldöztek, ilyen egyszer-kétszer üldöztek, azt nem mondanám nagy hú, de
Úgyhogy szerintem ezt majd hagyni fogom a következőkre. Továbbá én nagyon szépen köszönöm, hogy aki velem tartott ezen az első részektől idáig, ahogy végignézte, remélem, hogy nekik tetszett ez a sorozat, úgyhogy majd következőleg belekezdek majd másikba, ami nem tudom, hogy mi lesz, így hirtelen. Másrészt pedig, aki még nem látta a sorozatot, de mondjuk erre a részre tévedt, akkor nyugodtan csekkolja le az előzőket, egy mappába vannak belerakva, úgyhogy végig tud menni a különböző részeken, az epizódokon. Illetve, ha még csak most tévedtél ide és tetszik ez a rész, illetve más videókat is szeretnél látni, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, illetve nyugodtan fejezd ki a tetszésed, illetve nem tetszésedet, ez nyugodtan ér a feliratkozottaknak is. Ott a like, illetve a dislike-ob, használjátok egészséggel. Másrészt pedig a nem feliratkozottaknak azt ajánlom, hogy esetleg, hogyha még szeretne, és megpercet emme csodálatos pofa, és szeretnél hasonló videókat, akkor a feliratkozás, illetve aki még szintén fenn vagy nem, akkor a csengőt is érdemes megnyomni, hiszen a csengő fog neked értesítést küldeni arról, hogy bármilyen videót feltöltöttem a csatornára. Néha egyébként, hogyha ez mondjuk bugos lenne, akkor a leírásban van egy link egy Discord szerverről, ami a saját Discord szerverem, a kis adminok csinálták, úgyhogy le a kalappal. Ott nyugodtan kereshettek magatoknak társat különböző játékokra, WoW-tól kezdve, Genshin-en át, a LoL-ig, minden, úgyhogy a csapat egyébként, meg a srácok nagyon-nagyon jó fejek, akik felszoktak járni. Vagy csak úgy, ha ismerkednél, barátkoznál, stb., vagy csak ha Discord szerverket, nyugodtan gyertek, játszatok, az arra van. Úgyhogy nyugodtan, illetve persze a Discord szerver mindig küld neked értesítést arról, hogy felteszek ugye videót a csatornára, szóval azt is érdemes ugye csekkolni. Úgyhogy igazából ennyi lettem volna, és remélem tetszett a Konárium végigjátszás. Nekem tetszett. Azt kell mondanom, hogyha találkozunk következő hét pénteken valami újdonsággal, még nem tudom mi lesz az, de majd. Úgyhogy addig is jók legyetek, sziasztok!